Kapott egy tockos Magyarország a Moody's hitelminősítőtől az adósság besorolásunkhoz tartozó kilátást az eddigi stabilról negatívra rontották, ami egy figyelmeztetés a növekvő kockázatokra az ország pénzügyi-gazdasági stabilitása terén. Szóval erről fogunk most beszélni, és természetesen, mint minden, ami a gazdaságban történik, hát ez is kihat a forintunk árfolyamára. A kilátás lerontását követő lépés az ország leminősítése lehet, bár ezt illetően még a Moody's sem kongatta meg a vészharangot. Minden esetre egy ilyen hitelminősítői figyelmeztetés az nem jó dolog, ilyenkor általában gyengülni szokott a forint, kicsit emelkednek az állampapírhozamok. Bár hát 2024-ben azért egy ilyen hitelminősítő már ilyen bombasztikus új dolgot nem nagyon tud mondani, de mégis mindezek ellenére továbbra is hatásuk van a piacokra. Azt, hogy a magyar gazdasági mutatókkal nem minden oké, azt egy hitelminősítő nélkül is simán meg tudod mondani, elég, hogyha összehasonlítjuk mondjuk a lengyel zloty, cseh korona, magyar forint árfolyam mozgását az euróval szembe. A stabilról negatív kilátása minősítés egyik oka az volt, hogy úgy tűnik 1 milliárd eurós EU pénztől végleg búcsút vehetünk, ami a magyar GDP 0,5%-a. A 2021-2027 közötti időszakban ez az aljas EU a 2023-as GDP-nk 24%-át, évenként a GDP 3,4%-át adja oda EU pénzek formájába, hát én erre azt mondom, hogy engem senki ne akarjon így kilóra megvásárolni. Ezen pénzek nagyobbik fele, a GDP kb. 14%-a amúgy be fog jönni ilyen agrártámogatások meg egyéb pénzek címén, de 10% az, ami feltételekhez kötött, és hát ahol nem akarjuk azokat teljesíteni, a pénzek még nem akarnak jönni. Szóval erre a szemfüles Moody's is rájött, a másik, amire rájöttek, hogy a magyar gazdaság az így mélyen be van ágyazva a német értékláncokba, és hát a német gazdaság az mostanában nyüglődik, ami nem jó nekünk nyilván. De a BOO2 besorolásunkat megerősítették, ezek a besorolások az ország hosszú lejárató adósságára vonatkoznak, ezek a Moody's hitelminősítőnek a különböző kategóriái, mi a közepes kategóriába vagyunk, és ha egyet még leminősítenek rajtunk, még akkor is itt maradunk. Ez alatt már a junk, a spekulatív kategória található. A 2010-es éveben különben eltöltöttünk itt pár évet. Ezek meg az S&P, az a konkurens hitelminősítő kategóriái, itt is a befektethető kategóriába vagyunk, de hogyha így egyet vágnak rajtunk, akkor itt már kiesünk az elit klubból. Ha az össze-európai összehasonlítást nézzük, akkor inkább a lista vége fele keresgél Magyarországot, az EU országai közül csak Romániának és Görögországnak vannak rosszabb besorolásai nálunk, legalábbis a Moody's-nál. Szóval azért maradtunk ebbe a BAA2-be, mert 2026-28-ban a korábbi évekénél nagyobb, 3% körül növekedést várnak a magyar gazdaságtól, amibe a kormányzat által hangoztatott akkumulátorgyártók, meg a BYD beindulása is szerepet játszik, valamint pozitívum szerintük, hogy alacsonyabb kamatkörnyezetben az adósságunk finanszírozása az olcsóbb lesz. Ami a jövőt illeti, a negatív kilátás megkapása után felfele minősítésre nincs esély, hát előtte a stabilat kell visszakapnunk. A lefelé mutató kockázatok között a Moody's szerint ott van a további EU források sorsa, valamint az orosz energiafüggésünk miatt az orosz-ukrán háború kapcsán, hogyha valami gátolná az energiaellátásunkat, az szerintük szintén kockázat. Nyilván a szokásos mutatókat, adósságmértéke, költségvetési hiány is árgus szemekkel figyelik, a GDP-hez mért adósság terén EU szinten nem állunk rosszul, ha a régiós országokat nézzük, akkor már igen, ami a költségvetési hiányt illeti, hát ott magas számokat produkálunk, a csökkenő pályát például az S&P hitelminősítő elhiszi, de az már így kevésbé, hogy 2026-ban a választás évében megyünk 3%-os költségvetési hiány alá. Az hagyján, hogy ezek a hitelminősítők itt cseszegetnek minket, de ezért még a markukat is tartják, mibe fizetünk nekik, az országok hát jellemzően ilyen 100 000 dolláros számlákat kapnak, a vállalati kötvények besorolása az így 50 000 eurótól indul, és hát hogy a határa csillagos ég, ilyen nagy kötvénykibocsátásnál akár ilyen milliós nagyságrend is lehet, szóval jó biznisz a három nagy hitelminősítő egyikének lenni.
Az S&P és a Moody's tőzsdei cégek, hát ilyen szépen nő az árbevételük, a Moody's 13%-át, különben már 2000 óta Warren Buffett birtokolja, aki nagyon szereti, hogy a Moody's ilyen domináns szereplő ezen a minősítés terén, ahová hát nem igazán tud betörni új cég. A három nagy közül a Moody's kezdte a bizniszt először, 1990-ben már vasúti társaságok vállalati kötvényeit kezdték el minősítgetni, ami akkoriban tényleg jó termék volt, hát lévén ugye a vállalati információ nehezebben volt elérhető mindenki számára, vasúttársaság sok tucat volt, vasúttársaság által kibocsátott vállalati kötvény meg több ezer, és hát nehéz volt őket összehasonlítani. Manapság szinte az összes nagy vállalat, az Apple-től, az Adidas-on át a BMW-ig, bocsát ki kötvényeket, ami ugye a tőkéhez jutás egyik formája a vállalatok számára, ugye a vállalati kötvény az olyan, mint az állampapír, csak ugye a vállalati kötvény egy cég kér kölcsön, és ő ígér neked kamatot meg a tőke visszafizetését. No, de azért 2024-ben már az információk, ami alapján ezek a hitelminősítők dolgoznak, már mindenki számára elérhetőek, akár az is lehet, hogy egy ChatGPT simán megírhatta volna a Moody's Magyarország adósságbesorolásához kapcsolódó kilátás rontását, sőt, az is lehet, hogy a ChatGPT írta. De ennek ellenére a három nagy cég még mindig virul, úgy tűnik sokan szeretik ezeket az egységes, hát többé-kevésbé független besorolásokat, ami könnyen összehasonlíthatóvá tesz országokat, vagy akár vállalatokat a kockázatuk szerint. Pedig azért hát jogos kritikákat is meg lehet fogalmazni a trióval szembe, akik például mindhárman A, vagyis a legjobb besoroláson tartották a Silicon Valley bankot, ami ugye 2023 tavaszán ment csődbe, és hát elindított egy kisebb fajta bankpánikot az USA-ba, vagy 2008-as nagy válság idején ugye a különböző jelzálog kötvényekből összegyúrt termékekre is simán rányomták az A-s pecsétet, hát ugye ezek okozták ugye a Lehman Brothers csődjét, meg utána az egész pénzügyi perpatvart. Ez a három cég hajlamos ugye csordába haladni, hogyha az egyik leminősít valakit, akkor jön a másik kettő is egyből, a kisebb országokkal, kisebb cégekkel szembe. Talán egy kicsit szigorúbbak, például az afrikai országok örülnének egy saját minősítőnek, mert a három nagy az így könnyen leminősíti őket, aztán meg így évtizedeket kell vergődniük egy felminősítésért. Nálunk is mondtak olyat a politikusok, hogy ezek elfogultak a mi országunk ellen, és hát mondhatnak is ilyet, mert a pontos minősítési elvek azok nem publikusak. De a lényeg, hogy az egész hajcihő a mostanában sok pofont kapott forintunknak nem jó hír, hát valószínűleg gyengül rá egyet a forint, közben meg hát ott van nekünk Nagy Márton, aki átveszi az egész gazdasági csúcsminisztérium irányítását jövőre, és hát ő minden áron gazdasági növekedést meg reálbéremelkedést szeretne látni, nem véletlen, hát ilyen politikai közvéleménykutatások azt mondják, hogy így pénzosztás kéne a nagyobb kormánypárti támogatottsághoz, de most nincs miből, pontosabban mindent lehet, a hiány is adósság növekedése árán. A költségvetési fegyelem lazulását hát jó eséllyel nem fogják szeretni, ezek a sokat emlegetett hitelminősítők, meg hát a forint árfolyama se. Ha a forint begyengül, hát az húzza magával felfelé az inflációt, lévén az inflációs kosarunk 65%-a importált termék, de persze az inflációt se szeretik a politikusok, Bidenék az USA-ba lényegében ebbe buktak bele. Szóval keskeny pallón kell most egyensúlyozni nagyon, mert üres a kassa. Sőt, ha a forint tovább gyengül, mert mondjuk a piac tart a fedezet nélküli osztogatástól, akkor szerintem egy reális esélye lesz annak, hogy beindul a spontán euroizáció, egyre többen akarják majd euróba kiírni az áraikat, és amire úgy igazából egy kicsit rálátok, a lakosság egyre nagyobb része akarja majd esetleg eurós, nagyisten dolláros eszközökbe tartani a megtakarítását, hát utóbbi különben szerintem már elindult, bár ez nem reprezentatív minta, így a saját környezetemben ezt tapasztalom. A múltban, ahol ez megtörtént, ez a spontán dollár vagy euró bevezetés, főleg latin-amerikai országokba vagy Koszovóba, Montenegróba, ott azért mindig gyengült közben a helyi deviza. Ha ez a folyamat erősödik, akkor ugye az adósság finanszírozásába is gondot okozhat, ahol azért egy 25%-os részt szánnak a lakosságnak, hogy ugye kisbefektetők finanszírozzuk az államadósságot, és hát 2025 első negyedévében több mint 6000 milliárd forintnyi prémium magyar állampapír jár le, vagy pedig lesz ott kamatforduló.
Szóval az euró árfolyamán jobban figyelnék, hogyha ott ülnék odafenn, de ha erős forintot szeretnél, akkor nehezebben tudod pörgetni a gazdaságot alacsonyabb kamatokkal, esetleg növekvő költségvetési kiadásokkal, adócsökkentéssel meg hasonló. Ez a melyik kezedbe harapjál tipikus példája. Én személy szerint azért nem nagyon hiszem, hogy így tartósan 400 forint alatti euró árfolyamat fogunk látni a közeljövőben, de ez csak egy tipp. No hát emberek, ennyi fért a mostani videóba, köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett, segítségedre volt, akkor like, megosztás, feliratkozás, és hát kommentbe írd meg, hogy te miben, forintban, euróban, vagy esetleg dollárban szeretnéd tartani a megtakarításodat. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!